Sziasztok! Eged Andor vagyok az Eldro Kft-től. Az előbbi videóban volt egy olyan jellegű kérdés, hogy hasonlítsuk össze a V-tárcsát, illetve a rövidtárcsát. Természetesen az ügyfelek ér mindent, úgyhogy Attilával most bemutatunk nektek egy V-tárcsát. Ismételten szia Attila, hello! Sziasztok! No, nézzük már körbe, hogy akkor végül is megválaszolva ezt a kérdést a V-tárcsa, illetve a rövidtárcsa közötti különbséget. Milyen tárcsát látunk itt most jelenleg? És egy 4-3-as közép nehéz tárca, éggyűrű sötörű henger van. Aha. Látom, rugós vonorúd felfüggesztése van, ugye? Igen, vonorúd felfüggesztése, rugós, egy erősítettő rendszerű, mert egy elég nehéz a tárca, ugye így is két vannak. Wow. 4-3-ashoz képest az előző. Úgy van. Az adott különbségek között még azért az még mindenképpen mondható, ugye, hogy a két szárny oldalról, illetve neki alul is van tárcsasor, még ugye a rövid tárcsánál nincs ilyen. Igen, ez tégszerűen is úgy fel igazából, másokra rendezik. Így van. Van ennek a tárcsának egy fajta különlegessége, ami már viszonylag régóta szerepel nálatok, viszont én is, hogyha jön egyfajta érdeklődés hozzám, akkor mindig azért vissza szoktak kérdezni, hogy mi ez a DG csapágy, én ezt mindig szoktam ajánlani, javasolni. El tudod nekünk mondani, hogy mitől is pontosan DG ez a DG csapágy, illetve mi a különlegessége? DG az a dupla golyós csapágy, ez jelent igazából. Maga a golyós csapágy erőssége az olyan erősség magában, mondjuk az ST csapágy önmagában. Maga a csapágyrendszernek a kialakításának a fő célja az volt, hogy aki ezt megleszi, aznak ne legyen gondja semmilyen szépen. Erre a rendszerre, tehát itt maximum lapot kell jelenteni minden csapágyra. Úgy van. Le is védtétek itt ugye egy ilyen terelővel. A házat le kellett védeni, hogy az a kacélban ezzel különben elkopik a ház, a szármaradványot. Itt is ugye 5-60-as lapok vannak. Van ennek még bármilyen jellegű opció? Úgy tudom, 6-10-es lapokkal is ez kérhető, ugye? A DG-je nem, az csak 5-60-assal rendelhető. Maga ez egy 5-60-as tárcsa, normál estével tudok adni 600 lépés. Így van, és hoztál is magaddal egy ST csapágyat. Ugye árában a DG különben egy eléggé drága dolog, hosszú távon megéri, de ezt az ST csapágyat mi továbbfejlesztettük. Tartozik hozzá egy ilyen fényporvédős rendszer, ami alatt mindenféle tömítő elemek vannak. Így ezt csináljátok? Bocs. Ezt mi magunk alakítjuk át gyakorlatilag, ez egy nagyon-nagyon jó kis rendszer, gyakorlatilag ilyen 5 és 10-szeres élettartamot tudunk kihozni ebből a rendszerből. Én ezt is nagyon tudom ajánlani most már, igazából nem biztos, hogy érdemes mindenkinek a legdrágább rendszert megvenni. Nagyon hosszú élettartamot tudunk. Menjünk tovább egy picit a tárcsán, a tárcsa mögé. A DG-vel még egyébként nem végeztünk volna igazságszerűen. A DG-nél ugye nem csak maga a csapágyat teszünk az ember, hanem a tengelyt is. Tehát a tengelyi tükerek, 40-es tengelye van, 10-9-es anyagminőséggel. Maga a szakítőszilárdsága hajlítása sem más. Jó, akkor értem. És van rajta két zsírzógomb. Miért kefé? A kefé azért kell, mert az annyira jól tömített meg a csapágy, hogy ezeket akkor nem tud belenyomni a zsírt. Ez nem gondozásmentes, ezt néhányan félre értik. Nem minden nap kell zsírozni, nem arról szól a kefé, tehát egy hetente egyszer elegánra belenyomni egy fél nyomásnyit körülbelül. De nem megy bele, mert gyakorlatilag annyira jól tömít, hogy nem fog belemenni. Ezért ki kell tekerni a második zsírzógombot, hogy a levegő ki tudjon jönni. Wow, az igen. Elérkeztünk ugye a sárkaparókhoz, ami, jól tudom, edzett acél? Edzett acél, és gyakorlatilag a nehéz tárcsának a sárkaparója. Ha is nem azt, hogy sikerül eldobítani ezt a rendszert, akkor azért leszakítsa le. Mert erősített csavarra is van szerelve, erősített húvassal, dupla merevítéssel. És állítható is van. És állítható, így van, tehát közelebb messze felépítsen állítottuk. Ez például a rövid tárcsán nincs sárkaparója, a rövid tárcsán. Jövünk tovább. Ugye, ami a feltétlenül különbség ugye a két tárcsa között, hogy ugye minden egyes tag külön-külön felfüggesztéssel bír, itt meg ugye egy tengelyen van rajta, hát bizonyos tárcsaosztásonként, tárcsalaponként felfüggesztő csapágy gyakorlatilag. Igen, itt azért fontos elmondani, hogy van azért egy pár gyártat, szerintem elkövető ezt a hibát, hogy egy sorra nagyon sok tárcsalapot lak föl. Bizonyos lapszám fölött egy tengely már nem szerencsés. Például a középső tagot nézzük, ez két részben van elosztva. Pontosan azért, hogy összem 5 lapra jut 2 csapágy.
jó, a stabilabb, erősebb. Ezzel biztos, hogy nem lesz semmi a problémája az ügyfélnek. Állítható a tárcsa sorokszöge. Mennyire szoktak itt eltérni az ügyfelek a gyárítól, vagy általában hagyják ezen a beállításon? Mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban? Hát nagyon picit szoktak igazítani, igyekszünk azért, hogy hozzá igazítani. De természetesen a domborzati viszonyok és a talajviszonyokat így nem tudhatom előre tökéletesen. Ugye ezért lehet állítani. Maga az orsó, ne figyelszem meg senkit, ugye nem arra való, hogy gyakorlatilag azt tartsa meg a szöget. Ez csak azért van benne egy kényelmi funkció, hogy ezt az óriási tömeget ne kelljen kézzel arrébb lökdösni, kényelmesen meg tudom pozícióvállni. Nem mindenhol látható egyébként a központosító magcsavar sem. Általában csak ugye a két oldalsó felfüggesztést szokták használni. Milyen előnyöket élvezett így a tárcsával? Hát könnyebb állítani a szöget, igazából ennyi. Megtartja addig is a tárcsasort, amíg én beállítom. Ugye jövünk tovább, itt egy igen-igen hosszú vázról van szó. Igen, fogjuk a hosszú váz, egy rögtörös. Ugye itt ebben van egy rögtörös, és ezért a súlypont probléma lép fel, ugye a rövid tárcsánál így. Így a hátsó sort jó a hátlát kell, vagy az első pontosabban azt teszik előrébb, ha jobban megnézi az ember a keréthez képes, az kerül előrébb, ez miatt jóval hosszabb váz kell. Tehát hiszen 60 cm gyártott hosszabbat, mintha ebben a rögtörös. El is érkeztünk egyébként a hátsó része, ami ugye a rögtörő fel van szerelve. Égő is hengyel. Ügyfelek részéről volt ez már, azt hiszem, hogy nagyjából kérés, hogy azért egy éggyűrűs henger is meglegyen. Mekkora átmérővel bírja? 460-as éggyűrűs hengerrel tudunk szolgálni. Természetesen tényleg az ügyfelek igényeihez, az őszi viszonyokhoz is megfelelő. Egy sárkaparó rendszerrel, dupla orsós megoldással. Az orsó rendszert különben érdemes kiemelni, hogy egyedül nálunk van ilyen rugóztatás. Ez mind a szállításnál is nagyon jó, mind a munkavégzésnél. A szállításnál az alsó rugósor tehermentesíti, tehát gyakorlatilag nem tud ütődni, vágódni, a tartó szerkezet nem tudom tönkretenni gyakorlatilag. Másik meg ugye munkavégzés közben külön beállítás nem igényel maga működőhengel, hanem a rugó feszítése adja a munkáját a működőhengel. Akkor erre nagyon ráterhelni sem szabad, hanem itt maga a hengernek a súlya végzi a dolgát, illetve a rugófeszítés. Ugye általános hiba, hogy védtárcsánál nagyon sokan rá akarják terhelni a rögtörőre a súlyt, de hát ugye egy ilyen tartószerkezettel, ami nem közvetlenül a tárcsasorra van rákötve, ez egy óriási nehézség a tárcsának, hiszen gondoljunk bele, hogy a szárnyon lévő rögtörőnek mondjuk a másik szárnak a súlyát kellene megtartani, hogy ráterhelődik a váz középre, onnan be a tárcsavázra, onnan ki a szárnyra, hát ez ezt nem kivitelezhető igazából, normálisan. Komoly, nagyon-nagyon komoly, persze komoly erőhatások vannak. Látom gyakorlatilag minden egyes forgó csuklópont, gyakorlatilag az egész tárcsán zsírozható. Ez azért mindenféleképpen egy hosszú élettartamot feltétel ez a gépről. Illetve dupla munkahengeres, meg a rögtörő is. Kialakítása a kerékszerkezetről nem beszéltünk. Igen, figyelek, mi az, ami ebben... Jelenleg a széles kerékkel szerelünk. Ugye a széles kerék 400-as kerékkel szerelhető. Igény szerint rendelhető 500-as, hogy bár ebben a ritán van példa, az általában egy lazártalan érdekes. Ugye a munkahengernél, mert ugye bakos kialakítású, tehát a munkahengernél berakhatok pizzeket, és akkor bájtatom a kívánt mélységet. Ugye elég nehéz a tárcsa, hogy ez minden körülmények között meg lehetünk behatolni találva, itt inkább megtartani kell a tárcsát. Világos. Jó, a súlyát azt hiszem, hogy elmondtuk, hosszát elmondtuk, dimenzióig ezzel kapcsolatban már megvannak. Esetleg egy különlegesség itt kimaradt a tárcsasornál, hogy akármilyen csapályrendszer is kérjük, ugye nekünk tartozik hozzá egy koronás záróelem. Hát a dupla anyával szemben az a haszna, hogyha hogy leesik, leoldódik, leesik, felazul a tárcsasor, szétvegye a tárcsatengelyt, leesik a szélső lap, a távtartók leestek a széléről, gyakorlatilag az ember mehet haza szerelni, javítani. A koronás anyának gyakorlatilag a sasszág az teljesen megéri ezt a dolgot. Ugyanakkor van egy specialitásunk még ott, egy kúpos szorítóelem, ami megakadályozza a tárcsasor fellazulását is, úgyhogy dupla védelemmel van ellátva ez a tárcsasor. Világos. Jó, Attila, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a tárcsát is így bemutattuk.
jó volt ez a mai videózások összessége. De. Köszönöm szépen neked, örülök, hogy ezt összehoztuk, és találkozunk neked. Köszönöm szépen. Hello, szia, szia. Sziasztok. Hello.